Szervusztok, kedves Software.hu látogatók, én Olejnyik Attila vagyok, és a mai napon a szokásostól eltérően nem egy szoftver újdonságokat bemutató videóval készültem nektek, hanem valami egészen mással, ugyanis megjelent a Wacom Intuos sorozat 2018-as első két táblája, és amikor megláttam őket, egyszerűen nem tudtam ellenállni, mert a földbe gyökerezett a lábam. Mielőtt azonban belekezdenék abba, hogy bemutassam az új táblákat, és elmondjam, hogy milyen előnyük, hátrányuk van, sőt egyet ki is fogunk majd dobozolni. Először szeretném megmutatni a régi táblát, hogy legyen viszonyítási alap ahhoz, hogy mi változott meg. Abból is van itt kettő, ezeket csak mutatóba hoztam, illetve majd össze fogom hasonlítani a doboz méreteket, viszont van itt nekem egy kicsomagolt táblám, ami tökéletesen bemutatja, hogy milyen volt a régi Intuos tábla. Ez egy MS tábla, tehát ez az egyel nagyobb méret, a belépő szintnél egyel nagyobb méret, és jól látható rajta az, hogy már egy kiforrott tábláról van szó, szóval az Intuos sorozat valahonnan a bambú sorozattól indult évekkel ezelőttről, és most már azért egy egészen jó koncepció. Összejött van rajta négy darab programonként külön-külön felprogramozható gomb. Van egy baromi jó könnyű tolla, ami nagyon is jól kézre áll, illetve maga a rajzfelület, a fekete alapon fehér pöttyözött rajzfelület, nem tudom mennyire látszik a képen, arra való, hogy a kezdő rajzók, kezdő Wacom felhasználók hozzá tudjanak szokni ahhoz, hogy máshová kell nézniük, mint ahol rajzolnak majd a tolljukkal. Sokkal egyszerűbb egy egyenes vonalat húzni úgy, hogyha az ember ponttól pontig húzza azt a vonalat. Van ám még egy nagy különbség a új táblákhoz képest, mégpedig az, hogy itt hátul a Wacom régi sorozata, az Intuos régi sorozata nem egységes, hanem ketté válik, az alsó része leemelhető, itt mindenféle kiegészítő kártyák telepíthetőek a táblába. Ehhez képest az új tábla jóval kisebb, legalábbis annak tűnik. Ha megnézek egy régi SS táblát és egy új SS táblát, akkor már is látható a különbség. Ez nem a rajzfelületre vonatkozik, tehát a rajzfelület mind a két táblánál hasonló méretű maradt, viszont átgondoltabb lett a táblának a felépítése, és ezért meg lehetett oldani azt, hogy egy sokkal kisebb, egy sokkal kompaktabb dobozba kerüljön bele a tábla. Ha megnézitek, akkor az új MS tábla mérete körülbelül akkora, mint a régi SS tábla mérete volt, a vastagságról pedig ne is beszéljünk. De mit lehet az új doboz? Miért érdemes az új táblát venni a régivel szemben? Kezdjük azzal, ami elmarad az új sorozatban. A régi tábláknak mindegyike, illetve a legtöbb új mozdulatokkal, touch panelként is irányítható volt. Ez a funkció, ez kimaradt az új táblákból, egyszerűen azért, mert a Wacom úgy látta, hogy hogy azok, akik ilyen táblát vesznek, azok a kezdő grafikusok, grafika iránt érdeklődő emberek, akik ilyen táblát vesznek, egyszerűen nem használják ezt a funkciót, más téren kezdték el erősíteni a táblát, és ezt pedig kihagyták belőle. Ez egy jó lehetőség volt arra, hogy például a wireless kitet ne külön kiegészítőként értékesítsék, hanem beleépítsék a táblába. Most igen, ez az egyik nagy előnye az új táblának. Most már majdnem mindegyik tábla, tehát a belépő szinten túl majdnem mindegyik tábla Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható a számítógéphez, nem kell hozzá kábel. Illetve a másik nagy előnye a táblának az, hogy az új toll az már nem 1024 szinten nyomásérzékeny, mint a régi toll volt, hanem 4096 szinten nyomásérzékeny. Ez gyakorlatilag mondjuk egy HB és ceruza nyomás érzékenységét jelenti, egészen elképesztő módon finomodott a rajzolás folyamata az új toll segítségével. Van még egy alapvető különbség, eltűntek a sorozatok, ugye volt az Intuos Draw, az Intuos Art és még számtalan más sorozat, amihez külön-külön szoftverek voltak csomagolva. A Wacom ennek sem látta értelmét, mostantól az van, itt látható a doboz, hogyha valaki vásárol egy ilyen táblát, fölmegy a Wacomnek a honlapjára, és egy szoftvert választhat egyelőre három szoftver közül. A későbbiekben valószínűleg ez majd bővülni fog a szoftverkínálat, illetve ha valaki rászánja magát és megveszi az MS táblát, az egyel nagyobb táblát, ő három szoftvert választhat a Wacomnak a weboldalán fönt lévő kínálatból. Ez a három szoftver jelenleg a Corel Paint Shop Pro 6-os verziója, a Corel Aftershot Pro
3-as verziója, vagy pedig a Manga Studio nevű pixeles és vektoros rajzszoftver, amit külön-külön lehet feltelepíteni bármelyik számítógépre, amelyikkel a táblát szeretnénk használni. Ami még szembe tűnik, hogy megváltozott a doboz külseje, nagyon is az előnyére. Egyszerűen sokkal kreatívabb külsőt kapott a doboz. Ha megnézitek a legújabb Mobile Studio-knak a dobozát, annak van hasonló kinézete. Teljesen fehér alapon egy darab színes volt, tanúskodik arról, hogy ez egy kreatív eszköz, illetve vannak még, hogyha megfordítom itt mindenféle extra információk, például az, hogy milyen szoftver jár hozzá, vagy milyen színű a tábla maga, ami benne van a dobozban, illetve egy rövid leírás arról, hogy hogyan kell telepíteni magát a táblát a számítógéphez, ez nem egy ördöngőség, és most kezdjünk bele a doboz kicsomagolásába. No, tehát itt van az a két tábla, az SS és az MS méretű új Intuos, a régieket vissza is tolom egy kicsit az asztalon. A legelső dolog, amit szeretnék mutatni, ugye amiről beszéltem, hogy a legkisebb táblától eltekintve már mindegyik táblában van Bluetooth kapcsolati lehetőség, amit ki fogunk nyitni, abban a táblában még nincsen, ez egy SS, szimpla, belépőszintű, olcsó tábla. Felnyitom a nyitófület, és itt egy másik kis apró fülecskével viszonylag könnyedén ki tudom húzni a belső dobozt a külső dobozból. Ezt is félreteszem, és már is látható az, amiről korábban beszéltem, az a fajta átgondoltság, ami ezeket az új kis táblákat jellemzi. Itt is megvan a pöttyös felület, viszont a gombok egy kivált részbe kerültek bele, és gyakorlatilag ez a fajta egyébként teljesen felesleges terület eltűnt a tábláról, sokkal könnyebben tanulhatóvá váltak így a gombok. Itt van ez a 4 előre programozható gomb, illetve azt is megmutatom, hogy a kivált rész mire való, gyakorlatilag arra, hogy rá tudjam tenni a táblára a tollat, úgy, hogy az ne guruljon el. Ez egy nagyon jó új funkció, természetesen ennek ellenére megmaradt ez a felső fix tolltartó is, mint ahogy megmaradt a táblának a hátsó részén elhelyezett, nem tudom mennyire látszik, apró lyuk, ez egy USB csatoló, amivel a számítógéphez tudjuk rögzíteni, illetve van itt még két kis apró lyuk, amivel egy madzaggal a tollat is tudjuk a táblához rögzíteni, hogyha esetleg olyasmire használnánk, vagy olyan helyen használnánk, ahol ez szükséges. A doboz további tartalma egy kábel, ez egy teljesen normális USB-s kábel, annyi változott az előző szériához képest, hogy kapott egy ilyen gumi gyűrűt, amivel viszonylag könnyen hozzá tudjuk mondjuk a billentyűzet vagy az egér kábeléhez rögzíteni a kábelt, és nem tekereg össze-vissza az asztalon, illetve van itt még egy leírás is, ami nem sokat változott az előző verzióhoz képest, a vakuum IKEA-szerű egyszerűséggel mutatja meg, hogy működik a tábla, illetve hogy kell összeszerelni. Hogyha valakinek ennél több információra van szüksége, az pedig ezen a címen megtalálja, el tudja olvasni, meg tudja róla nézni a videót. Nem is hiszem, hogy ennél sokkal több kellene. A lényeg viszont most következik, ez az új toll, és ennek a, ki tudom venni, ennek a tollnak a bemutatásához elővenném a régit, ugye arról beszéltem, hogy már a régi toll is egy kiforrott klassz szerkezet volt, hogyha megnézitek, akkor a két toll majdnem, hogy teljesen egyforma. Ami különbség a kettő között van, az az, hogy az új tollon van egy gumi felület, vagy egy gumírozott felirat, ami még kényelmesebbé teszi a fogását, illetve ezen egy kicsit nagyobbak a gombok, úgyhogy sokkal könnyebben megtalálja az ember újja azt a funkciót, amit majd keresni fog vele. Illetve van még egy hatalmas különbség, mégpedig az, hogy ennek az új tollnak a hátsó része teljesen lecsavarható, és a tollhegyek itt ebben a hátsó részben helyezkednek el, úgyhogy a póthegy, hogyha elkapik az egyik hegy, az innen egyszerűen kiszedhető, és a tollcserélővel, ami viszont ezen a hengeres kupaknak a hátsó részén található, egyszerűen egy mozdulattal eltávolítható, és új tollhegy tehető be a tollba.
Ez tipikus példája annak, amikor az egyszerűség gyönyörködtet. Ennyit szerettem volna mutatni, ilyen nagyon sok csoda nincs ebben a dobozban. Remélem tetszett a bemutató, hogyha megérkezik a többi 2018-as vakon termék, akkor tervezzük, hogy majd még hasonlóakkal is jövünk. Addig is hoztam arra biztatok mindenkit, hogy próbáljátok ki a táblainkat. Vagy itt nálunk, vagy valamelyik viszonteladó partnerünkénél mindenképpen érdemes egy próbát tenni az új Vacuum Intuos sorozattal. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!